Az elmúlt szezonban bajnoki címet szerzett a nyírbátori együttes, és bár a Sziget-Szent Miklós elleni osztályozón alul maradt a gárda, lett volna lehetősége az osztályváltásra. A vezetőség azonban úgy döntött, hogy a csapat a pályán vívja ki a jövőre már egycsoportos NB1B-ben való szereplés jogát. A Kispadon Csapos Jánost a korábban nyírbátori színekben is szereplő Molnár András váltotta, a pályán pedig három új játékos igyekszik hozzásegíteni a csapatot a feljutáshoz. Ismét a bajnoki címért szállunk küzdelemben. A keretben tulajdonképpen az a legnagyobb erősítés, hogy túlnyomó részt együtt maradt a tavalyi bajnok csapat. Ehhez jött Nyíregyházáról Gardnai Attila személyében egy kapus, Vasas György személyében egy balszélső, illetve Tamás Menyhért Levente személyében, aki már nálunk játszott kettős igazolással, egy balkezes jobbszélen, illetve jobbkettőbe bevethető játékos. A nyírbátor 7 hetes felkészülés után vág neki a bajnokságnak. A 6 NB2-es csoport bajnoka közül csak a két legjobb mérleggel rendelkező csapat jut fel egyeneságon az NB1B-be, így minden meccsen maximális koncentrációra és teljesítményre lesz szükség. Sokkal nehezebb lesz, mint a tavalyi volt, azon egyszerű oknál fogva, mert biztos, hogy mindenki a nyírbátort akarja megverni, és mindenki kettőzött erővel fog küzdeni ellenünk. Tehát én azt gondolom, ezért nekünk stabilnak kell maradnunk végig. Nyilván értelemszerűen a legprofi csapatoknál is vannak formaingadozások, itt is lesznek, hiszen, amint mondtam, nagyon nehéz úgy összerakni a heti programot, hogy hiányzók vannak folyamatosan a létszámból, de ezt a feladatot vállaltuk, ezt a feladatot kell megvalósítanunk. Én azt gondolom, hogy senkit nem fog érdekelni a végén a magyarázat, hogy miért nem. Itt inkább talán azt jelentheti a problémát, hogy ugye az a normális, ha megnyerjük a bajnokságot, pedig nem az, azért ez a mezőny. Nyilván én is elkezdtem most már tájékozódni benne, azért nagyon sok csapatnál megerősödött, és azt gondolom, ez még nehezebb feladatot ró ránk. De én bízom a srácokba, én látom azért a fejlődést, lehet, hogy én vagyok túlságosan maximalista, és túl sokat szeretnék tőlük. A hétvégi nyitófordulóban a nyírbátor Fehérgyarmaton lép pályára. A megyebeli csapatok közül a Tiszavasvári a Hajdúböszörményt, a Kisvárda a Hajdúszoboszlót, a Kálusemjén pedig a Miskolcot fogadja.